Jaj, beköszönés gyerekek, hát az nem maradhat el. Jó reggel, Vietnám üdv a csatornán, képen jelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator 19 1 milliárd euró kihívásos videós sorozat következő részével. Azt, hogy ugye megvehetem a... Hú, el is mondom, mert igazából lehet, hogy nem láttátok az előző részben. Azt szeretném megkérdezni, hogy megtehetem-e azt, hogy megvehetem a TS telepet, 1 milliárd euróba kerüljön. Jó, sok. Ugye egyébként alapban, az megmutatom nektek, mert igazából, hogyha az se lenne csalás, hogyha annyira venném, meggondolom, hogy az 250 euró, de hát ez így kiszerint bagatel. Legyen az, hogy 1 millió euróért megvehetem, és akkor csinálhatom azt, hogy gyakorlatilag azt csinálok vele, amit akarok. Tehát mondjuk fél millió euróba ráköltenék, tehát azt levonnám magamból, és akkor gyakorlatilag le tudnám úgymond dózerolni, csinálhatok belőle, amit akarok. Mert ugye én szeretnék külön építkezni. Na gyerekek, figyeljetek! Ugye meg kell nézni, hogy mi történik. Mi folyik egy gyöngyösön? Mert egyébként folynak itt a gyöngyösen dolgok. Elvileg itt a kombájnok, de jó, hogy végeztek. Rakhatom át a következő földre, mert ugye az utolsó videó. Tehát az előző videó. Van, megvettük ezt a földet. Gyerekek, hát ez egy csodálatos dolog, felrejéget, úristen! Hát hihetetlen egyébként, annyira imádom ezt a játékot. És komolyan mondom, aki azt mondja, hogy a Farming Simulator világa az ilyen unalmas lehet még hosszú távon, sem unalmas, mert tök jó, mert nagyon élvezetes. Imádom, gyerekek, nagyon jó. Itt már szerintem mehet a három kombány bőven. Csináljuk azt, hogy így nem is tudom, hogy indítsam meg őket, talán megindítom a következőt itt, aztán hadd menjen gyerekek, és akkor lesz bőven árpánk. Milyen jó, nagyon örülnek a képe. Jó. Ez segít, hogy magtára megtehet, ha meg is tehetünk, nem baj gyerekek, semmi probléma. Kell jönni az ifá valami jelenleg itt, hol van az ifá? Nem itt volt az ifa? Hol az ifa? Az ifát bevittük, ugye? Jaj, gyerekek, a tikoknak is kell kaja! Úristen, bazen, mennyi mindent kell itt csinálni, gyerekek? Ez meg menjen mondjuk, nem tudom, ezt a kis szegletet, ezt így próbálja meg lepucolni. Jó, megpróbálom úgy indítani direkt, hogy így menjen neki az útnak, és akkor utána vissza. Ja, ebben a részben ugye azt beszéltük, hogy azt kellene csinálnunk, hogy a vetőket el kellene indítanom egyébként. Úristen, mennyi minden, de munkám lesz. Ez is csinálja, jó, oké. Okay. Ki kellene mennem az ifával. El kellene indítanom a vetőket. És közben rendbe kéne raknom ezeket a földeket. Mert ugye most ezek a földek az enyémek, amik ott szemmel, úristen, ameddig szemmel lát. Arra is, az enyém meg arra is. És egyébként ez egy olyan jó csomópontba fekszik ez az egész, hogy ez tök jó. Wow! Jó! Thomas a gőzmozdul, hogy megérkezett. Lol. Oké, okay. Ki kellene üríteni, az egyik az meg is tellett. Melyik tellett meg? A meg, ó, úristen, 8000 literrel. 8000 literrel. Meg a megtellett, meg mindjárt megtellik a másik is, a donocska. És igen, itt rendben rakom ezeket a területeket. De egyébként ezt néztem, ez a terület, ami mellette van. Hát ez így, mert a létpétük kezdődik arra. Mondjuk annyira nem éri meg. Igazából úgy érni meg, hogyha megveszed a fásat is mellé, és akkor konkrétan faltól falig a tiéd. És ugye ott akkor tudnák azt. A fásat is meg kell hozzávenni. Meg kell nézni a fás mennyi, meg a másik, várjál. 32-70, 100 ezerért meg lehetne venni a kettőt. Amúgy különben nem lenne úgy rossz. Amúgy. Mi van, még a 8000 liter megvan, oké. Okay. A másik donocska az megint, az is 100%-a van. Megnézzük a hátsó tyúkólakhoz, próbáljuk elvinni. Én nem ám nekem, hogy ez testvérem az úr ebbe. Az meg tök jó ott vágja azt a sarkot. És megpróbálunk valamit kezdeni ezzel a földdel. És ez lesz az elsődleges direktíva, szóval igen, jó, mert a vetőket meg tudom indítani. Azok levetik a földet. Holnap nem tudom, azt írjátok meg, légy szíves, hogy hány rész legyen. Jó? Hogy mennyit szeretnétek? Tényleg nem tudom, hogy így bírjátok, hogyha sok rész van, így hétvégente, és akkor esetleg, hogy aki kicsúszik be, az így hétköznap is tud belenézni, mert ugye hétköznap csak egy-egy rész van. Viszont én nagyon bírom, és akkor elég sok mindent ugye még meg tudnánk csinálni.
Na, megnézzük a tyúkokat, gyerekek. Egyébként így tök jól el lehet látni, ugye az, ezzel az ifával is, ha meglát, megfigyeled, mivel konkrétan egy tök közel hordod, így ide hordod be. És ugye nem nagyon okoz neki gondot, hogy ide beérjen. Egy kicsit erősebb, kicsit nagyobbat veszünk majd, aztán már mindjárt jól érzezzük magunkat, ugye. Ja, itt nem tudtam egyébként jobban megcsinálni sajnos. Há, bocsi, érte. Nézzük, hogy melyikben van a több kevés, meg melyikben van a sok. Amelyikben ilyen jó szétterülve van, az már jó szok lenni. Ebben is jó szét van terülve, ebbe is mondhatni, ebbe is mondhatni. Ebbe is mondhatni, szerintem a legutolsóbbban van legkevesebb. Ebben van nagyon kevés, úgyhogy ide jöhet egy adag. Meg rá is néz a kífer, hogy mi a szituáció. Ebben 4000, 6000, 17000, 19000, 9000, 11000, 17000, 16000, úgyhogy jó, és itt szerintem a végén ezek... Ó, hát ez meg is telt, ez meg is telt. Ja, bazz, ez ne, ez nem volt kinyitva. Mi a vagy? Na, mi történik? Mi folyik egy gyöngyös? Ha nincs kinyitva, akkor nem látod. De van. De nem olyan sok. El kéne neveznem őket, csak nem akarok vele tökölni, pedig aztán jobban járnék, lehet. Nézem közben a földön, hogy mi történik. Jó, van szépen, szépen dolgozok. Jó, meg itt hátul is van, hiszen. Ó, de fiú, van itt ebbe. Jó, ebbe is került. A két utolsóban biztos, hogy kevés volt, szóval az jó. Nyomok egy hármas gombot, aztán akkor ránézek itt a állott tartásra. Igen, valószínűleg, hogy a legutolsóban van abban kevés 4000. Az ilyen 16000-ek azok nagyon jók. Ugye minimum egy 10000 legyen vetésforgóig, az úgy tök jó, de az a, az a legjobb, hogyha nyílre hordod az összeset egyébként. Azt nézem, hogy bum. Jó, teljesen nem sikerül learatniuk, az se baj. Majd a Keeper besegít nekik, ezt a dont, ezt leürítem. Jó, hát ezek a donok, ezek szerintem le vannak kotkodálva, vágóasztal ügyileg biztos. De nem baj, mert úgyis kellene betőgépeket indítanom, srácok. Ja, indulj, vagy izolj, álljál meg. Jó. Oké. Tök jó. Oké, gyerekek, ezért kellene a vetőgépeket meg kéne indítani. Kettő darabot mindenképpen. Az a baj, hogy az egyik Kirovec a skin van kiküldetésbe. Ugye? Egyik Kirovec skin van kiküldetésbe. Mindjárt körülnézünk. Egy kirovecünk van, egy betű az jöhet. Csak az a baj, hogy nem nagyon van szerintem betű maga. Meg konkrétan semmim. Nézzük, hogy melyikben mennyi van. Ebben kevés van, azt hiszem a másik kettőben van elég jó. Sok. Egyébként valószínűleg egy búzárt fogok. Igen, ebben van, és ez nem kevésnek számít ebbe a gépbe. Hosszába. Lehet, hogy azt meg is csinálom. Ú, gyerekek, egyre több a meló, mi? Sok lesz a meló! Sok lesz a meló! Ja, pillantás. Hát kéne fordítanom. Nem kell kihagynom. Egy csöpnyi rész se. Pedig kifogok, mert pont nem jó fordul ez a kirovec, na. Ja, nem mindegy, ott megoldom majd. Jó, ezt gyorsan lehúzom arra. Ez nagyon pénzünk nincs, úgyhogy lehet, hogy kell adnom szalmát. Viszont a fából is lehetne pénzt csinálni, csak nem nagyon van olyan eszközünk, amivel ugye a fát azt meg tudnám így, el tudnám intézni. Sajnos közben megtelt az árba is, úgyhogy nem egyszerű a szituáció. Ez viszont oda-vissza, hogy egyszer le kéne húzni. És mivel babba húzom le, most gyerekek, most az most megadja, feladja a leckét.
Mert hülye volt a keeper, mert nem babba kellene lehúzni. Ugye? Hoppa, és a figyelmetlenséget sem. Jó, nagyon figyelmetlen voltam, megyünk vissza, de most arra nagyon kéne figyelni, hogy nehogy véletlenül benne hagyjak ugye babot. Ó, bocsánat gyerekek, bocsánat. Ugye most már az évek ellene. Az lesz jó ugye, hogyha már másik területeken termelek pénzt, és az mindenképpen fog lenni, mert akkor ugye nem kell azzal szórakoznom, hogy átállítgatom a vetőket, mert igazából ez csak konkrétan búzát fog termelni. A másik területeken lévő meg konkrétan csak mondjuk babot, vagy olyat, amelyik ugye nagyon megéri. Jó, és akkor búza, és akkor kétszer oda-vissza. Hú, mi a szar. És az a lényeg, hogy teljesen a széleig, jó? Nemhogy véletlenül is. Kicsit is elhagyjunk, inkább akkor ilyen rálógatósan. És akkor lehúzzuk mind a kettővel, jó van. Jó van gyerekek, bocs, a hizénk az meg, a kombájnak meg valószínűleg, hogy megtellenek. De ezt meg akarom csinálni, ezt el akarom indítani fölfele. Kétszer menjen le föl, mármint kétszer elviszem így. Utána meg akkor elindulunk hizébe. Fölfele, és akkor nyugodtan tudja ezt csinálni a dolgokat. Közben kellene pénzt csinálni, úgyhogy a hamstered nem baj, hogyha rajt van a kiró. Mert abból, akkor a szalmát el tudjuk adni, nem kell visszavinni, tök jó. Abból a pénzből tudnánk hozni ugye vetőmagot. Lehet, hogy a 1050k-t is megindítom vetésre. Igaz, nem valami gyorsan húzza, de legalább húzza. Úgyhogy az is lehet, hogy meg fog történni. Ugye mindig azon az oldalon, mindig azon az oldalon ugrasz ki. Egyébként ez tök jó lenne megcsinálni, hogy ne, amerre nézel ott száll ki, az tök jó működne, hogy tök tetszere, örülnék neki. Csak ott nem tudom, hogy célét lehúzta, hanem akkor majd a képerétel utána dolgozik, mert nehogy véletlenül az legyen, hogy bemarad egy valamennyi, akármennyi szója is, mert akkor megőrülök. Ugye egy csipet szója sem maradjon benne. Hát azt aztán befordítom a gépet. Az a baj ennél a törzscsuklósnál, ugye, hogyha olyan pozícióba tartod meg a törzscsuklóját, akkor onnan elég nehéz elindulni, úgyhogy jó fele mennie. Oké, így már jó lesz. BV, és akkor mehetünk tovább, vagy vissza. Most is itt szépen rálógarva, szóval nem lesz nagyon gond. És akkor a végén meg is indítom fölfele, meg kihozom a T-150K-t, az is ugye elindul fölfele. Kettő vetőt csinálja, közben nekem azt a igazából azt, nem ez lenne az elsődleges direktíva, hanem ugye az, hogy azt a földet rendbe akarom rakni, és azt a fűvel el akarom vetni. Úgyhogy az lenne a direktív, az lenne a prioritás, elsődleges dolog. Igen, gyerekek, igen. És aki most kapcsolódik be a videóba, megvehetem 1 millióért a TS telepet, és elpusztíthatom 500 000-ért. És akkor gyakorlatilag abból lehetne nekem még egy föld, ami tökéletes lenne ellen a szintéren. Szerintem miért ne lehetne megvenni, hogyha túlárazva megveszed, akkor gondolom miért. Hát ez valószínűleg valóságban is megvehetett. Túlárazva, meg jó drágár, 500 000 euró, azt tudjátok mennyibe kerül? Ez számod, szoroz meg egy 400, aztán már mindjárt kiderül, hogy mennyibe fájna forintba. Ami gondolom, eléggé valós árnak megfelelő dolog lenne. Na gyerekek, akkor ő megent fölfele, 1050k meg indulhat kifele, és hozzon akkor egy vetőt magával. Várjátok, ebből a vetőből nem tudnék kidobni cuccot. Nem tudom, hogy ki engedi el rakni, valószínűleg nem mi. De, ez meg jó lesz nekem, mert akkor betöltöm a másikba. Meg itt is van egy kevés. Addig ezt ide félre rakom. És a másik kiló egyszer meg adunk el egy kis, szóval már.
meg össze is kéne szedni, sőt, valami géppel kellene összeszántani, úgyhogy lássátok, tesók, hogy van itt mit csinálni. Ez a műtrágy elugrott. Halomag, megtellett, itt még van egy műtrágy ezen a kocsin. Aztán ma visszük is ki, hát ez jó közel kéne állni, hogy be tudja rakni. Tökéletes gyerekek. Na, elbe gondolkodott a keeper. Már állítjuk is át búzára. Már nyitjuk, és amire kiérünk, arra pont kinyillik. Pont efért az oszlop mellett. Szépen ráállunk. Aztán adjad neki, testvérem. Jó vagyunk, úgy érzem. Ez megfordult. Igen, gondoltam, hogy elkezd tolatni, vagy olyan hülyeséget csinál. Megcsinálom azt, hogy én lehúzom itt keresztbe, aztán akkor nem lesz annyira nagy problémája. Sajnos ez ilyen. Sajnos ez a földné ezeket csinálja, nem tudom. Lehet, hogy azt kellene leszegem a végét ilyen fűvel, végleg, aztán akkor utána nem lesz probléma. Hogy lehengerelem, vagy hogy mondjam. Itt van egy kis izé, van egy kis meg műtrágy ellen, azt meg kellene tölteni oda a gyalog. Lehet, hogy az ifával elugrunk ide. Nézzük, mi van rajt. Maga az lehet, hogy nincs. Mi? Műtrágya az van. De van mag műtrágya minden, oké. Okay. Akkor ezt is meg tudom tölteni, és akkor bőven elég. Bőven elég lesz a szajré nekik. Bőven elég lesz, gyerekek, bevegyük magé. Tökéletes! Hú, ma sorskártya van, gyerekek, vagyis sorskártya rész van, ugye? Jó, emlékszem. Ha valami olyasmi... Jó. Valami olyasmi van, gyerekek, úgyhogy ez tök jó. Viszont ezt elviszem a másik oldalra, onnan induljon. Oké, gyerekek, szerintem tök jó. Igen, igen, tudom, a kombájnak azok nyílen vannak, mind az állat. Úgyhogy azzal vannak gondok, tehát valamit valamiért gyerekek sorban mindent meg kell csinálni. Az ifát muszáj levinnem innen, hogy ne legyen útba. Konkrétan minden leürült róla. Az ifa az itt marad. Mi kikapcsoljuk. Azt a petyár gyerekek. Na itt mi történik? Ő megtellett. Mindenki megtellett? Komolyan? Várjátok akkor addig álljon meg ő. Hol van nekünk az ifánk? Ez az? Nem az a Simpson, mindig benézem ezt a Simpsont. A másik, az ifát, ja ide levittem, jó. Úgyhogy ez tökéletes. Szerintem ezek meg úgy gondolják, hogy végeztek. Először rámegyünk erre a csávra. Ó, viszont elég jól végeztek is. Úgyhogy nem vagyunk rosszak. Ezt a földet meg kéne csinálni. Most ugye a kettő vető az L lesz. Én úgy gondolom. Kettő vető elég jól el lesz, azzal nem kell foglalkoznom. Ezt a földet szeretném megcsinálni, csak az a baj, nincsen egy kanyi pénzem se. Az meg viszont nem a legbarátibb dolog. Itt kellene üríteni, főleg szerintem... Lehet, hogy őt. Nem látsz bele a megállba? Meg igazából ugye bele látni, hát nagyon nem sok minden van ebbe. Oda nézni, ez tök üres. Jó, akkor várjál. Hát kéne rakni a túloldalra. Igen, ezt a fákat, meg ezt az utat valamit kéne vele csinálnom. Nem tudom, hogy egyébként ezt el tudom tüntetni, nem biztos. Próbálom megindítani valami értelmesen. Belenyírunk. Aztán akkor nyomunk egy hát. Az a mapon nem jön a vonat, ugye? Na, ezik szépen vetnek. Szerintem gond nem lesz velük. Gondolom ki is fog tartani nekik. Ez tök jó. A megával... Várjátok, azt a kombányt, azt el kéne indítanom.
Okay, a megállóval meg annyit kellene csinálnom, hogy itt a maradékokat, amit ilyen elcseszett, azt így learatom én kézzel. Jú, én mindjárt sorskárt a gyerekek, mindjárt sorskárt, de tudom. Igen, nem kell aggódni, mindjárt a keeper sorskárt jelzik. Ezt le kéne csapnom, és akkor ez is így eltűnne. Húzunk sorskártyát. És akkor szuper lesz. Remélem nem valami rosszat húzunk. Meg kell nézni a mapoknak a számait. Mondjuk megint 618 eurón van, szóval eléggé gyengén állunk. Időt pörgetni ma nem fogunk szerintem, tehát most ugye nagyon nem érdekel minket, hogy a tojások hogy állnak. Szóval eléggé nyugis a helyzetünk. Az a combine meg akkor alatt oda-vissza, az tök jó. Ezeket a fákat ki kéne csapni. Egyébként itt lehet, hogy érdemes lenne elvinni őket, csak az a baj, nincs olyan eszközem, amivel elvigyem, szóval ez megint problémát okozós dolog tud lenni. Hát ja, nem egyszerű az élet. Mellettünk lévő földet, fás földet, meg a másikat. Lehet, hogy érdemes lenne megvenni. Hú, gyerekek, azért van itt fönforgás. Szalmát össze kéne szedni, az összes fát ki kéne darálni, innen nem kellenek. Mennyi pénzt cseszhettünk már ebben a játékban, gyerekek? Ha csak a földeket számolom, nem, de az mennyi lehet, ami. Meg ugye a földeken, csak a 10 csirkeó, ugye az 650 ezer, teleragva, csak a csirkeólak több mint 1 millióba fájnak, szerintem. A földek azok szerintem bőven több mint 1 millióba, hát az még több is. Szerintem már 3-4 milliót biztos, hogy elvertő abba a játékba. Ez is megtörtént. Az a Don az végez, ez a combine ez nyílen lett. Valószínűleg, hogy ezt el is kellene innen tüntetni. A másik földön lesz dolga, ez viszont nem nagyon fog beleférni ebbe. Az mit csinál az a... Tudom már, jó, hát azonra lehet, hogy ráhagyom. És lehet, hogy itt hagyom ezt a kombányt, aztán azzal megy besegítek annak a Donnak. Oké, okay, az szerintem jó. Elég jól állunk, én úgy gondolom. Elég jól állunk. Próbálom így összeszedni a gondolataimat, hogy mit csináljak. Közben így pásztázom itt a környéket, hogy mi a szitu. Ez itt megáll. Ifa megy. Donok mennek. Azok, a két don az mindenképp be fog férni még egy ifával, tehát ifába, tehát akkor így ez megtörténik. Kellene majd egy nagy gép. Összeszántási ügyileg. Meg ugye majd a vetőket át kell rakni, és akkor fűvel el kell nyomni az egészet, de mindenképp előtte összeszántás, meg a földek széleit megcsinálni, esetleg azokat is elszántani, kocka alakúra, vagyis négyzet alakúra, nem is négyzet, téglates, valamilyen szögletesre inkább, hogy na. Úgy mondom, nézzük meg ezek mit csinálnak, oda nézzetek, szépen betnek. A két vetőbe mennyi van? 51%, meg 52%. Úgyhogy azok szerintem bőven ki fognak tartani, az a jó, azok a nagy vetők azok bírják. Bírják, van kapacitás bőven. Gyerekek, most vettük ma ezeket a földeket. Már itt izé, le is arattuk, be is hordtuk a csirkéknek, el is adtuk róla, ami volt. Egyébként ezt az ifát tök bírom, szeretem. Mozgékony, gyors, kis futkozós gép, tök jó. Na, én úgy gondolom, hogy a legutolsóba kéne vinnünk egy adagot mindenképp, 12 ezeret, úristen, azért csirkéknek azért kapják a kaját, nem panaszkodhatnak. Egyébként ezek ugye nincsenek még kiszortírozva mindenhova ládák, azt majd gameplay-en kívül megcsinálja a keeper. Ja, itt van a legkevesebb. És akkor majd rá is nézzünk, hogy melyik. Figyeljetek, gameplay-en kívül elnevezem az összeset.
Na figyelj, na és nézzünk, hogy kb. Hogy állnak. Ebbe 16 ezer, ebbe 11 ezer, ebbe 20, ebbe 19, 9 ezer, 11 ezer, 9, 17, 11, 16. És ugye most, most búzát vetünk, úgyhogy ebből lesz rengeteg. Valószínűleg síló-síló bővítés kéne egyébként, esélyes, hogy ide, hátra, nem? Még előre? Még nem kell akkor mindig hátra jönni betölteni, hanem előre is, akkor onnan kiordani, ugye? Síló bővítést nem láttam, ha? Jó, figyelj, erre most egyáltalán talán, de erre még szükség van, mert még van. Figyeljetek, igazából a kombájnokat behozhatom, szóval akkor nem lesz szüksége erre. Álljon meg itt. Amire nekem szükségem lenne, az nem más, mint egy stílfűrész. Meg így végig kéne járnom itt a dolgokat. Ezek szépen aratnak, jó van. Vagy vetnek, nagyon jó, tök jó. Mind a kettő búzát, ugye? Nézzél rá, bozzá. Búzá, jó van, oké. Na nézzük ezeket a föld mellett lévő objekteket. Meg hogy mekkora az én földem, úgyhogy arra is kíváncsi vagyok. Ja, itt az útig van kb. Itt is az útig. Igen, az útakig van, tehát addig akkor azokat a fákat el tudom tüntetni, és szögletesre le tudnám esetleg szántani. Ami mindjárt kiderül. Itt nincs semmi object, azon az oldalon úgy láttam, nincs semmi object. Izé van kerítés, itt az útig tudom, és ezek az enyémek. Én nem fogom ezeket elvérni, gyerekek. Ha fázni fogunk, akkor azt nagy üzembe csinálja a Keeper, nem ilyen picibe, jó? Inkább annyi, hogy csináljuk meg normálisan a területet, kitisztítjuk, jó? Checkmetelünk. Egyébként most akarok csinálni egy speciális láncfűrészt magamnak, elég érdekes, hát úgy akarom megcsinálni, mint egy asztalos körfűrész, csak nem körfűrész az, hanem láncfűrész. Az nem tudom, hogy ezt vágjátok-e, mire gondolok. Elég érdekes projekt lesz. Az lesz a lényege, hogy egy asztalba akarom úgy beszerelni a fűrészt, hogy fölül kilóg a lapja, és akkor itt tudok vele ilyen tűzifát darabolni, mert én egyébként fával fűtök. Jó. Jó, eddig az útig van, itt még van ilyen. Jó, hát gyerekek, ezt is meg kell csinálni, most ez ilyen. Azt kell nézni ugye, hogy van-e fa. Meg ugye ilyen föld alatti fa, ez ugye föld alatti fa. Egyébként valószínű, hogy itt a föld végében ugye van az a füves, meg az a fás. Azt a fást, ha megvesszük, arra lehet, hogy rá fogok feszülni, hogy kivágom és összeszedem. De ezeket a checkmate fákat, ezeket a diszfákat, ezeket nem nagyon akarnak. És az igaz is! Azt a betyár, Isten. Nem, mi történt? Mi volt ez? Útig ugye, nagyon nem lehet belátni az egészen. Szerintem közben kombájnak meg végeznek. Itt is ránézek, hogy hol van a... Igen, elvileg ugye útig. Még egy kicsit túl is nyúlik, mint ott, de én nem fogom itt összeszántani, hanem úgy akarom megcsinálni, hogy ilyen egy szögletes legyen. Valamennyi, amelyre lehet. Hát itt ugye, itt... Itt is az útig van, tehát ez a fő, ezek a fák is ugye az enyémek. Olyat nem akarok kivágni, ami ugye nem az enyém. Ne az legyen, hogy mit tudom, én kidarálok itt mindent, ami... Erről beszéltünk ugye, hát fűrésszel, ez nem object törlés, hanem ugye fűrésszel kivághatom ezeket, eltüntethetem. Itt is az útig, várja, hol az út? És itt is van egy föld alatti fa. Ez a mód egyébként elengedhetetlen, hogyha akarsz normálisan játszani, ez a Lumberjack. Itt is az enyém? Ez az enyém, aha. Jó, ugye, hogyha fűvel fogom úgyis becsettinteni, Akkor is jó lenne, hogy ezt lesz beszántani, ahol én, vannak ilyen bokrok, mert ugye vannak olyan bokrok, amiket ugye szántással el tudsz rankon tüntetni.
Megtörtént, ez még az enyém? Bocs, hogy mindig megnézem, de tényleg nem akarom. Igen, mert itt az út idnéncső felé van. Olyan dolgokat nem akarok elkipucolni, ami nem az enyém. Látjátok, ezt mondom, ezt a bokros részt, ezt ugye be tudod szántani. Úgyhogy ezt lehet, hogy érdemes lenne valami értelmesen, ilyen egyensen. Bár mondjuk arra meg ki tudnék jönni, ugye... passzával. Ja, nem akarom beszántani. Most azon gondolkoztam, mert ha beszántom, itt meg igazából minden az enyém, minden az Y-tól. Tehát lehet, hogy még itt is. Itt még ez biztos, hogy az enyém. Az Y-nál azt a fát lehet, hogy meghagyom. Az már, abban már nem vagyok biztos. Van tudod? Igazából itt a közepét kell nézni a karakteremnek. Ezt a pontot, az kb. Az a fal már kívül esik. Innen arra, meg minden az enyém. Ez a fa is, ez a csekmetek. Ezek a ez ugye föld alatti fák. Amik nem boldogítják a képet, hogy ezek itt vannak. Ó, te fiú, mekkor föld alatti fa ez itt, vagy mi van? Na, ott a... Ez a fa. Hát az Y-nál meghagyom. De itt... Ja, az is még maradjon, az már nem az enyém. Ez a fa menjen. Föld alatti fa nincsen. Ez a bokros rész, ez egyébként elég öngázos. Ja, hát itt ugye tudtam volna fát szedni, de olyan nagyon... Gyerekek, még mindig harap ez a kombányba, az a szart. Olyan sok pénzt ugye nem tudsz kinyerni belőle, azt nézem, hogy ilyen föld alatti fa van-e még. De a, itt nincsen szerintem, az se, itt van még egy föld alatti fa. És akkor gyakorlatilag körbe is értem szerintem. Na, hol vagy? Körbe is értem szerintem, hát egy ekét ki kell hozni, aztán itt rendbe kell tenni a dolgokat. Öcsém, te még mindig? Nem mondod, várj, beleszállok, megnézem, hogy mit műveled. Ez annyit forog, apám. Ja, hát ugye túl sokat kell fordulnia. Semmi gond, jó. Ezt az utat nem tudom, ezt hide object-elni tudom, vagy ezt be tudom szántani? Mert akkor tök jó lenne, hogyha ez eltűnne a föld közepéről, mert igazából annyira... Aha, ez várja, egy volt, kettő, három, a Y-on az hogy van? Három. És akkor meghagyjuk. Majd ezt végig eltűnt. Négy. Jó, négy darabot gyerekek eltüntettem, oké? Az 4×2500, az mínusz 10 000. Igaz, hogy nincs pénzem, de levonni le tudom, mínusz 10 000, ugye? 2500-ba állapodtunk meg? Azt hiszem, hogy abban. Mínusz 10, 1, 2, 3, 1000. Jó, és akkor mínusz 10 000 van. Jó, semmi gond, mert ugye lesz majd pénzük. Jó, és akkor így eltűnt ez a rész, és akkor be tudom szántani, össze tudom szántani. Jó, oké, arra gondoltam, hogy... Egyébként jó, legjobb lenne, hogyha ilyen tök megcsinálnám ilyen szögletes. Látod, vagy mondom, hogy ott folytatnám. Van ilyen henger, amivel elvileg vissza tudom alakítani a szántóföldes részeket. Az úgy adná, nem? Hogy itt buknék rajta egy kis területet, mennyi területet? Itt. Még elég sokat. Elég sokat buknék. Inkább akkor be kéne szántani. Ja, itt ki fog jönni, és akkor itt összeszántjuk ezt az utat, eltüntetem. Ugye saját területen, nem tudom a szabályokat, aki lehet, hogy most itt kapcsolódott be. Úgy van, saját területen tüntethetek el objektet 2500-ért per darab. Úgyhogy ezért volt mínusz 10 000. Négy darab object, ugye az utó ilyen objectnek számító dolog. Egyébként bármikor ugye vissza lehet rakni, van egy ilyen mount. Ugye amit kiveszel, azt ugyanoda vissza is tudja rakni. Akkor lehet, hogy hide-olja, nem is az történik, hogy te törlöd, hanem hide-olja. Jó, ez úgy látom, hogy végzett.
És mi végeztünk jobban mondva. És ki kellene hozni egy ekét. Minusz 10 000-ünk van, gyerekek. Az eléggé fájdalmas tud lenni. De hát ez van, srácok. Megnézzük a 2 darab. Oda nézzetek ezek. Hoppá, mi a szar van, gyerek? Jó, hogy ránézek még, nem? Menjél már, bazzel, menjél már. Oké. Mi a helyzet van? Jó, hát ez meg már csak végez. Oké, ez is végzett. Lehet, hogy félre kellene raknom őket. Ajá, meg. Félre rakom ide, és akkor majd kiürítjük. Oké, és akkor hozzunk ki, csináljuk, mindenképp meg akartam csinálni. Úristen, nem volt már a sorskártya? Bazza, milyen sorskártya? Úristen, nem, elfelejtettem a sorskártyát. Jó, bocsánat, gyerekek, elfelejtettem a sorskártyát. Azt a rovadt életbe. Remélem nem olyat húzunk, ami egy részig tart, mert akkor esetleg akkor behúzzuk a következőre. Jó, 15 km per órás sebesség korlátozás van. Hát ebben a részben, igen. Akkor a következő részben is legyen az, srácok. Annyi, hogy gondolom úton, érted? Azért a földön nem. Úgyhogy bicikli verseny van a környéken, mindenhol 15 km per órás sebesség korlátozás. Evidens, hogy úton. Úgyhogy ebben ne vitatkozzunk, mert a bicikli verseny nem a Szántóföldön van, hanem az utakon. Az a lényeg, minden úton, ezután 15 km per óra, és lehet, hogy akkor megcsinálom azt, hogy a következő részben is legyen benne, jó? Mert akkor nem az, mert eléggé későn húztam a sorskártyát, vagy pedig az jó hosszú rész lesz, aztán akkor mindjárt megoldódik, de ez már megint megállt? Ha mi a szar? De most miért áll meg, hallod? És mondd meg már miért áll meg, hát megbolondultál? Hát komolyan mondom, megáll minden egyes körbe. Vad itt ez, engem, vad itt. A másik az olyan ügyeset dolgozik, a piroska az olyan ügyeset, ja izé van a T-150, de milyen jól dolgozik a T-150, kár figyeld mennyit lehúzott, egész gyors. Ugye? Mennyiben megy ő? Na. Ja, mert ebbe ülök. Ez 17-tel. Ez meg 10-tel. Jó, vagy semmi gond nincsen azzal. Nekünk meg viszont kellene egy gép. Az istállóknak nem ott van a izé? De itt kellene. Ahogy ne lenne itt, töltse. A piroska. És kellene neki az eke. Mert... Ja, várjál, 15 km per óra, gyerekek, ne vicceljé. Lincselés lesz a... 15-te mehetek utakon, érti? Utakon. Bájtottam a izét, tempomot ott 15-re. Oh, de most nem azért, nem a képernek, miért kell szivatnia magát? Raktam ki azt a izét, képet, nem tudom, mindenhol Instára is például, hogy... Tudjátok, van az a biciklis csávó, hogy képer a farmingban minden jól megy. Következő mozzanat. Bedugja a bicikli küllői közé a botot, az a sorskártya. Ez esik egy hatalmasat, hogy nem nincs elég bajom, érted? Még ilyennel szivatom magam. De mit csinál a dolog ez? 15? Jó, mindjárt, rálépek a gát. Bicikli verseny van a faluban. Ki? Ez valamelyik öltök, nagyon pihent a gyógyult, aki kitalálta. Hogy Emil, abban biztos lehetek. Na, oda nézzél már, padlózza is a képet. Úristen, nem megyek az utakon, bazza. A muszáj, valamennyire. Ja, várj, ezt itt hagyom, mert mindjárt hamsterezni is kell. El kellene mennünk. Ekér, gyerekek. Eke. Igazából más úgy meg is van, ugye? Ezek a földek tök jók. Ekér, össze kellene valami értelmesen szántani. Mert elég csúfos alapba. Mennyi szalma van ezen, te Jézus Isten. De jó, mert itt nagyon könnyen el tudod adni. Figyeljetek, mindjárt át kell mennem az úton. Ott időjével megyünk csak. Jó. Az úton átmenni csak 15-tel. Jó, oké, oké. Nyílgáz. Ilyen hülyeséget ki az, aki kitalált, érted? Hát csak én lehettem. Apám. Meg kell menni az ekér, az a jó messze, mert átmegyünk a földeket. De nézzétek, milyen jó végeznek a izével, ugye a vetéssel.
De ugye nem áll meg megint az a csávó, mert megivadulok. Nem, most nem áll meg, ugye? De tök jó, figyeljétek, kettő darab vető, bőven elég lesz ide, főleg, hogyha ilyen jó nagy. Sőt, még igazából egy baró nagy, extrém nagy vető, meg egy traktorral tök hamar végezne. Főleg ugye, hogy ezt a telepet, ezt el akarom pusztítani, ezt. És amiatt, ugye itt nagyobb lesz. Meg ugye talán jobb forduló. Lehet, hogy azt csináljuk, hogy valami jó forduló részt csinálunk a két végére, hogy ne kelljen annyit vinkordni. Ja. Megoldja a keeper ide, megy főrekem keresztül. Hát nem, hogy már megszívassam magam, hallod? Annyira. Na. Mert föl. Nehogy ma megszívassam magam, hogy ide kell menni. Lassan. Azon gondolkodok. Várja 15. Úgy, itt átmegyünk. Ez nem volt jó ötlet. 15, 15, 15. Yeah, az. Ez volt a területünk, de durva. Te, hallod, ugye, tényleg magam szivatása. 15, 15, 15, 15. Nem jönnek a biciklések, úristen, ide van. Milyen, mi volt az? Milyen Itália? Tour de Itália, vagy nem is tudom. Ez Tour de France van, nem? Na, ilyen föltől mentse meg az ég, ilyen tagoltól, gyerekek. Jó. Lassan 15-en, mert hát ha jönnek a mountain bike-kal, a biciklisek, jönnek, 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 jönnek. Nyílgáz. Oké. Okay. Ha véletlenül TS-t lefele jönnek, itt is azért lassan. Mindjárt. Nem megyek az úton. Hármas. Lassan, 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 lassan. Nyilgáz. Jó, végre megszabadultunk. Megszabadultunk. Na, akkor most ki kéne találni. Össze kéne őket húzni. Az ugye egyszer megvan. Várjatok, be kéne kapcsolni. Megkereresztés Z-vel, területek létrehozása, engedélyezése. Oké. Okay. És akkor megcsináljuk ezt a csorát. Egyébként igazán elengedhetnénk ezt a sorskártyát, egyébként reformálni kéne őket, mert vannak ilyen nagyobb retény sorskártyák, ami igazából ilyen, nem is tudom, sok értelmet nem látom dolog. Egy kis szalma oda lett, de no problémo gyerekek, no problémo. Meg aztán annyi szalma oda lesz, annyi baj legyen. Látjátok, egyébként ezt ki lehet szántani ezeket a fűcsomókat. Csak az a gond, hogy ott nem akarok nagyon csúnyára szántani. Mindjárt meg kéne nézni, hogy ez hogy jön össze. Igen, ez úgy akarom, hogy akkor az a vonal menjen tovább. Itt lesrégeli, itt besrégeli, itt elmegy, és akkor az menjen tovább be mindjárt. Amelyik ez a vonal menjen tovább. Erre gondolt a keeper. Ezt kihúzzuk ide. Így. Oké. Okay. És akkor így kellene tovább oda átmennem. Én ebbe gondolkodok. És akkor ugye beszántanám a régi útnak a helyét. Így. Pont jó lenne szerintem. Jó lesz ez, gyerekek. Hát ott egy kicsit rálóg a földünkre, és akkor ide visszahúznám bele. Na, így. Úgyis fű lesz rávetve, szóval, nem olyan nagy gond, hogyha nem pont egyenes, mert ugye mellette is fű van, tehát konkrétan túl tudod kaszálni. Mert ugye oda még kilóg a földünk, csak gyakorlatilag akkor oda nem kell vetnünk füvet, mert ugye van ott már. De ezeket, ezt mindenképpen én itt le akarom szántani, ne? Mert ha első, azért akarom, na most, ja, most gondoljátok, hát úgyis fű van, miért szántod? Ugye nem biztos, hogy mindig fű lesz. És emiatt gondoltam, hogy leszántam, mert akkor ugye akármit tudok, kukoricát, vagy bármit tudok bele majd
vetni. Nem kell megszabnom, hogy csak fű legyen benne. Csak ugye nem tudnál vele vetni, hogyha nem szartod össze. Úgyhogy ez ilyen egyszerű lesz, gyerekek. Ó, hát ez így csoda lesz egyébként megint, ez a csodálatos földünk. Nagyon félek egyébként tőle, vagy nem is félek. Nem mondhatnám, hogy félek, mert hát jó, oké. Okay. Nyugodtan írjon valaki ilyet, de vannak olyan arcok szerintem, akiknek az se tetszik, hogy összeszartom a területeket, pedig aztán, hogyha megveszel két területet egymás mellett, a valóságban is összeszarthatod szerintem, ebben egy cseppnyi kivetni való sincsen. Én úgy érzem, nem tudom, írjátok meg nyugodtan, hogyha máshogy gondoljátok, de hát ez a valóságban is tökéletesen így működik, hogyha egymás mellett valaki megvesz egy paraszt egy területeket, nem fogja külön művelni. Semmi értelme nincsen. Ha csak nem tényleg konkrét célja van vele, hogy miért műveli külön, de hát általában összehúzzák azt, akkor egybe tud vele dolgozni, nem? Szerintem ez neki ez a módja. Azon jó, az a nagy bokor is kitávozott onnan, hogy jaj, de jó. De jó lesz, srácok! Ugye ez a rész egyébként, amelyik ilyen nagyon szívós, szívásos. A többi az már csak annyi, hogy össze kell szántanom, és kész is vagyunk. Azt meghagyom ott azt az úttal, meg a izével, meg a füves résszel, hat legyen, annyira nem zavar engem. Meg ugye tényleg azt is túl tudom kaszálni, szóval amíg az én földem van, addig ugye tudsz kaszálni. Nem kell most azzal foglalkozni, hogy olyan szép legyen, főleg ugye mivel ez rét lesz, legelő lesz, rét lesz. Kaszáló lesz. Jó, meg azt kell, most ne kéne kezdeni így szántogatni, hogy ez tűnjön el. Jó, hát ez egy nagy kaszálónak tökéletes, meg ugye másra is tudom használni, tudok belevetni majd, amit csak én éppen szeretnék. És amikor ugye majd esetleg kultiválom, vagyis úgy vetem kultiválossal, akkor ami föl van szárban, meg ugye ami már föl volt kultiválva itt körülött, ezt akkor akár még bármibe tudok rakni, bármit. Ami azért így baráti lesz. Én ezt így gondoltam, hogy akkor így kezdem el. Úgy. Ott lett egy kis darab. Ez jó nagy szivatás, hogy ott... Jó szűk egyébként ez az eszköz. Egyébként ez nem modolt, meg semmi trükk nincsen benne. Ugye ezt lehet használni ekeként is. Területek létrehozása dolgok szindrómával. Itt azért volt egy checkmat, mi? Checkmat! Volt egy checkmat. Minusz 10.000 pénzünk van, gyerekek. Az 1 milliárd eurós kihívás, ez egy kicsit így még várat magára, hogy ezt elérjük. De hát aztán a fejlődés az nagyon-nagyon ott van. A toppon. Ezt megcsinálom, szerintem utána össze fogok pakolni. Ne legyen itt szanaszélye minden, az egy csúfosan néz ki. Gyerekek, ennyire így a mapot átrendezni szerintem nem sok player csinálja, ugye? Jó gondolom? Hogy mindenki ennyire belemászik, hogy átszántja, átmahinálja, átcsinálja, meg mindent csinál. Figyeljetek, ennek semmi értelme nem volt ennek a nyúlványnak itt benne. Ez egy őrület, hogy itt benne létezett egy ilyen. Ja, egyébként szerintem lassan végeznek a vetők, nem? Hogy állnak? Gyerekek össze is akadtak, hallod? Na. Csak én nem tudok átlépni bele. Őha, és ennyitől nem mentek el? Na, ne szórakozz el, testvérem. Majd én elhúzom, ne aggódja. Figyelj, hallod, és pont elfér volna mellette, de azért nem ment el. De tök jó. Pont meg lett. És pont a műtrágya kifogyott. Oké, gyerekek. Ja, igen. Elég durva reformáció lesz már megint. Itt a telepek környékén, mert itt ezt a telepet meg akarom szüntetni. Gyerekek, azért tényleg itt történnek az események. Jó, azt meg hadd húzza le. Ezt mi meg megcsináljuk. Mindenképp be akarom ezt fejezni. Hogy a következő részben
legyen ez, mondjuk lehet, hogy nem a következő, következő részbe ezt elvethetjük. Ugye a füvet az gyakorlatilag tök mindegy, hogyha eltolással is veted, tehát hogyha belepörgetsz, az megnő, az megnő, az tovább nem nő. Az a lényeg, hogy azt ugye kaszálnod kell, és abból lesz neked javad. Itt mellette ezt az erdős részt még szívesen megvenném, letervellé, és azt még hozzászántanám. Lássátok testvérek, ugye, hogy miről beszélek. Itt ezt. És ez tök jó lenne. Akkor még annyival nagyobb lenne ez a kaszáló rész. Oké, a végéig. Szép alakja lesz ennek, szép alakja lesz, gyerekek. Szép alakja lesz ennek a földek. Volt egy munkatársa, mindig azt mondta, szia! Szia! Vannak felétek szép lányok? Vannak felétek szép lányok? Vannak? Kicsit furcsa volt a tagja. Ez a szántás, ez ilyen nagyon nyögvenyelős. Milyen lassan megy? Jaj, Istenem, a szántás. Soha életemben nem voltam úgy traktorba, hogy szántottunk volna. Nagyon kevésszer voltam új traktorba. Én az a durva, hogy tényleg egész életemben, mármint így a, nem tudom, ilyen 3 éves koromtól fogva, 2-3 éves koromig traktorba éltem az életem. Az összes alkalommal, amikor nyári szünet, téli szünet is, őszi szünet, meg minden volt, akkor így föltöztetett anyám reggel, aztán elindított reggel korán a faterral, a traktorba ütem a 82-es kiskabinosba, 3 éves korom óta, általános iskolás korom kb. Majdnem végéig, ott léteztem, minden születbe, és de amikor a fater már ugye, vagy amikor ez volt, akkor a fater már takarmányos volt, tehát Bukker Silóbor hordta, nálunk Silónak nevezték, de ugye legyen Szilázs, ahogy szeretnétek, hordta a takarmányt az állatoknak. Mivel Bukkár Siló az csak pacsám volt, az állatok meg ugye más helyen voltak, például majdnem minden faluba. Emiatt köllött nekik vinni minden egyes nap, és akkor azt csinálta a fater, hogy a fogta. Jó, de egyébként tök érdekes volt, tök elmennék arra a részre, ahol dolgoztunk. Nem mentünk pacsára. Ha emlékszem, hogy a faternak még annyi dolga volt, mivel őnél volt a kiskabinas MTZ, és a százas istállóban csak a kiskabinas MTZ fért be, a nagykabinas rohadtul nem. Emiatt annyi volt, hogy oda is őneki kellett bevinnie, tehát pacsán belül is ott ő bevitte azért a takarmányt. És utána ugye megrakták még egyszer, megrakta egy ilyen, nem tudom, talán 80-as MTZ mögé rakott, tudjátok, ilyen olyan, mint a Weimarnak a kanala, de egy ilyen 3 pontos csatolóra volt, és akkor ott azzal működtette. Gyakorlatilag úgy nézett ki, mint egy mostani ilyen földmunkagép, tudjátok, aminek van egy hátsó ilyen szekciója. Na azzal megrakták a faterpót kocsiját, két tengelyes, tipikus régi román. Átmentünk vele Szemiájra, azzal a Szemiájra. Ott meg volt egy olyan ilyen rampa, ahova így fölállt, és akkor oda beöntötte a Silót. És akkor minden nap, mit tudom, fordultunk kettőt, hát ez nem volt messze egymástól, ezek a faluk ilyen 10 Zalába ugye ilyen faluk vannak. És ez mondjuk nem azért mondom, mert valószínűleg felétek is faluk vannak, de ugye az Alföldön meg Tanyán vannak. És ez, na, az a lényeg, hogy ilyen, mit tudom, ilyen pár kilométeren belül voltak faluk, oda kellett kiordani. És valamikor a ganajt el kellett vinni valahonnan, valahova, azt is ugye mit csináltuk. És az volt a durva, hogyha nem volt rakodógép, olyan helyen csináltuk bármint, a ganajrakást, akkor ugye meg volt a faternak két rakodója, az úgy mindig vele volt. Na hát akkor ők az a vellával meg a lapát dobták fel a cuccot. Azért azt komolyan mondom, az nem volt olyan az egyszerű munka. Ezért a két tengelyes sportkocsi jó, nedves, nyers, jó leves ganyéva megdobni. Hát azért az nem volt gyenge, meg ugye a legnagyobb hidegben télen is a pótkocsin utazni. Mert aztán régen nem voltak ám ilyen-olyan munkavédelmi előírások. Fölült a csávó a pótkocsira, télen -20 fokba,
Aztán jó világ. Szoktak maguknak csinálni egy ilyen, emlékszem rá, egy ilyen kis bódét. Ilyen mindenféle éppen talált, hát nem butorlapból, mert butorlap az nagyon ritka volt akkor, hanem mindenféle lemezből, meg mindenből összetákoltak maguknak egy bódét, hogy legalább a szél ne érje őket, értitek. És akkor abba bekuporodtak a páp, nagy pufajka, meg minden, meg akkora sapka, ilyen nagy, ilyen, olyan, mint az usanka. Mi nem usankának neveztük azt a sapkát, hanem kucsmának. Nem kucsma. Hanem mi? De kucsmának is nem. Ja, kucsmának is. Az meg olyan volt, hogy ilyen szőrös, nagy dög állatsapka. És akkor na, akkor ott benn kuporogtak. Durva volt. Hát ugye kabinban nem igen ülhettek be, mert ugye rendőr azért büntetett érte akkor is. Csak három ember bennült a 82-es kis kabinosnak a kabinjába. Aztán ja, hát az ilyen, ilyen volt gyerekek, ez volt. Még egy picit, meg azt sem, hogy kivesszük, és akkor itt összehúzok okosból a kettőt. Meg ugye azt már meséltem, hát azt nem egyszer meséltem, hogy a fotel szokta nekik mondani, hogy nyugodtan beülhettek a kabinba, de akkor rakd ide az 1000 forintost a... Rakd ide az 1000-est a műszerfalra, ugye annyi volt kb. A büntetés azért, hogy benültek a kabinba. Hát akkor még nem volt az, hogy ilyen pontrendszer, meg minden, meg elvérni, nem vették a jogsit. Ott olyan helyszínen fizetendő büntetés volt régen, hogy oda kellett adni a rendőrnek a pénzt, ez csak ennyi volt. Szóval, ja, úgyhogy egy kicsit így... Fatert így bukónak tartották emiatt, de tényleg mondta, hogy itt ide rakod az 1000, vagy az 1000 forintost, aztán utána meg, amikor megérkeztünk, akkor elvehetett, de legyen itt, hogy ne nekem kelljen kifizetnem neked a izédet, a büntetésedet. Mert ugye ez akkori időben volt, amikor volt 20 ezer forint a fizetés. Szóval azért nem lett volna, nem nagyon örült volna a fotár se, hogy amit keres pénzt, az arra megy el, hogy a rakódóknak a izéjét, büntetését fizetgeti ki. Most azt nézem ám, hogy nincs, nem-e maradt-e, de azért maradt-e egy-két ilyen kis kutyaszar, azokat próbálom itt elhuzingálni, látod, itt is volt egy darab. Arra szerintem jó, itt is tök jó, itt még össze kell szántani meg a másikat, és már meg is vagyunk, látjátok gyerekek? Itt ezt nem bántam, mert hadd legyen, azért nem csapok ki mindent, viszont annak a földnek a végébe, az útig viszont azok, ja ki is vágtam azokat a fákat, csak még a lott távolságban, még a memóriában úgy van, hogy az nincs kivágva. Ja, ide szépen mellé elvetjük, aztán adjál neki. Ezek a bokrok meg autentikusak, ne az legyen, hogy teljesen kivágok mindent, mert akkor meg mi marad. Ja. Jó, össze van szárva, fűvel elvetjük, aztán hordjuk be szépen. Mint az őrültek, meg ugye a szénát is. Széna tarroló, ja, széna kellene, széna, szalma, padlás, jó sok. Az a baj, hogy ilyen modoltat találok valószínűleg csak nagyobbat, de lehet, hogy fogok berakni. Esetleg, hogyha küldenétek, akkor nagyon megköszönné a Keeper, jó? Jó, srácok, jó? Egyébként, ha megengeditek, hogy megvegyem a TS-telepet 1 millió euróért, és azt el is bonthatom, ugye volt arról szó, hogy akkor azt csinálom, hogy ezt elbontom, akkor lehet, hogy arra fogunk gyűjteni. De mondjuk igazából megtermeltünk itt mindent, azt majd később, hogyha esetleg nagyobb igényei lesznek az állatoknak, hogyha kezdünk kifutni a kajából, és nincsen opció, hogy megtermeljük, akkor lehet, hogy akkor kellene ezt megcsinálni. Jaj, de jó gyerekek, na, itt most már azért alakulós, mi? Na, azért itt már alakulós lesz. Hatalmas nagy föld, megint egybe mondhatni majdnem teljesen téglalap alakú, ott ki kellene húzni, mert az elvileg még az enyém, ott egyenesre látod, csak ott van már megint egy út, amit ki kéne törülni. Ami megint mínusz 2500, és mínusz, fú, bazán, mínusz 12500-ba leszünk. Az ugye elég nem barát, érem. Hát az itt azt ki kéne törülni azt az utat, és akkor kihúzni ezt egyenesre. Azt szerintem nem lenne egy rossz dolog. Ki is ugrunk, aztán kitöröljük. Azt. Ha, elférünk ma? Nehogy kettőt kelljen törölni, megvadulok akkor. Nem pont jó lesz. És akkor ki is vonom, le is vonom magamtól, gyerekek, mindjárt. Mínusz 2500, ugye? Jó, mínusz 13 ezerünk ma. Aj, de nagyon jó, gyerekek, itt még a végén tényleg meg lesz az 1 milliárd már lassan.
Ugye? Hát még egy biztos, hogy lassan. Azt jó, jó megfogalmaztam. Viszont ez tök jó lesz, hogy szögletes lesz. Nem akarom, hogy itt ilyen bigódva szenvedjünk, hogy nem szögletesek a földek. Minél inkább alakuljon. Tudom, hogy ott arra nem annyira az, de itt már nem fogom módosítani. Júj, egyébként olyan tezsavűm van, mert a legelsőbb Farming Simulator 15 sorozatomban itt izéltem. Itt kezdtem el szántani. Ugyanitt. Úristen, és itt voltam, amikor magyaráztátok, hogy hogy kell. De durva. Emlékeztek ti arra? És az baza, ez a föld, ez nem kicsi ám, hallod? És ha megnézed, ha ez a gépek azok megállnak áll? A C még mindig teszi a pénzemet. Jó. Oké. Még egy kicsit itten dolgozunk. Úristen, már annyi minden helyen vagyunk. Figyeljetek, itt már mindenhol. Igen, egyébként rendetlenség van. Lehet, hogy gameplayen kívül kellene. Gameplayen kívül összepakarok. Jó gyerekek, gondolom, azt most nem akarjátok végignézni, hogy behajtogatok a telepre. Egyébként lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy ott azt a földet, azt ott megszüntetem azt a telepet, és akkor ide beköltözünk középre, és akkor innen indítjuk a gépeket. Teljesen felesleges. Úristen, mi van? Jaj, bassz, nyomtam egy gépi munkás, de hülye vagyok. Mondom, ez miért? Mit csinál ez? De hülye vagyok, nem azt akartam nyomni, V-t akartam. Ja, lehet, hogy átköltözünk ide telepre. Kettővető, meg a gépek, meg a kombájnok, és akkor kicsit rugalmasabban tudom kezelni itt a helyzetet. Tök jó, nagyon tetszik. Jó, ezt is látszik. Ugye itt teljesen egyenes, arra. Kicsit kiszélesedik, ja, ott a fákat ugye nem tünteti ezt, de ugye nézzük rá. Látod, hogy egész tökig addig végig lehet menni. Úgyhogy ilyen átlátható, így indítod meg a kombájnokat, hogy végig tud menni. Úgyhogy ez az például tök jó, csak hát ugye nem kombájnok lesznek, mert ugye nem tud. Bár nem tudom, azt írjátok már meg, hogy mitért lenne érdemes. Mi bunkersilóba behordorom, mert igazából akkor azt csinálnám legelőször, nem? Egy kukoricázzunk, gyerekek, csak az a bajom, az megint speckó gép kell. De nem tudom. Milyen szecskát érdemes? Mi adja jól a szívást? Nem tudom, gyerekek, komolyan mondom. Én rámentem az útra, és nem idejébe mentem 15-te, mi? Jó, van, az én fődelmem van, ide ne jöjjenek a biciklisták. Megint írjátok. Csalsz! Ennek sem értelme a sorskártyának, ha egyszer csalsz. Nem tudom, egyikhez írtátok ezt. Még akkor, amikor a helikoptert eladtam. Ugye az volt, hogy nincsen bolt. És akkor eladtam a helikoptert. De ugye nem vettem az árán semmit, csak eladtam a helikoptert. És akkor csomóan így föl voltak háborodva, hogy csalok. Mert eladtam helikoptert. De hát, tök mindegy, most hogyha vártam volna, tudom én, csak elfelejtettem egyébként, de semmi értelme nem volt, hogy most, mármint, hogy nem vettem azon semmit. Tehát, hogyha várok a következő rész elejéig a koronam, akkor pontosan ugyanaz történik. Tehát nem szereztem előnyt vele. Mert ezt egy ilyen sorskártyát, ezt úgy próbáltam meg, van értelme, hogyha valami előnyt szerzel vele, azt próbáltam meggátolni. Tehát nem adhatok el, tehát nem termelhetek pénzt azon a napon, nem vehetek gépet. Na igazából úgy volt értelme. Érted? Remélem, ez nem magyarázkodás, hanem tényleg ez nek úgy van értelme, nem úgy, hogy most eladtam helikoptert, aztán nem költöm. Végén, pont aztán körülbelül végén eladtam helikoptert, és akkor hát, csaltam, de hát tök mindegy, hogy mikor adom el helikoptert, ha egyszer. Érted, hogy mire gondolok, remélem. Jaj. Olyan szőrszál hasogató kommentek vannak, ilyen triviális dolgokat. De ilyen tök ilyen nagyon, nagyon durván megfogalmazva közölnek. Csoltál. Nem csoltam, úristen. Nem szereztem semmi előnyt bele. Jó, oké, hogy elfelejtettem, nem kell volna eladni, de igazából nem arra volt kiegyezve az a sorskártya. Jó, de nem is magyarázkodok, mert tényleg mi a francot magyarázkodok. Szerintem aki ugye érti, hogy miről van szó, az úgy is érti, hogy most miről van szó. Oké, na, gyerekek, hát igazából készen van a projekt. Egy ízét akarok nézni, egy ilyen felső nézet, tudjátok, azt tudjuk, miről kiírja a képből. Ugye a dekor... Ja, nem tudok, bazd, hallod, nincs elég pénzem, nem tudok felső nézetben nézni semmit.
Viszont itt az ét azt kikapcsoljuk, meg nehogy véletlen beleszántsunk bármibe is. Gyorsan végigfutok rajt, és így akkor megnézzük. Igen, erre simán végig lehet majd menni. Ugye egészen ütközésig, ahol vannak a kombájnok, nézd meg, csak ugye most a lottávolság miatt, majd legközelebb belépünk, akkor már milyen lesz. Végig tudsz szágoldani oda-vissza, és igazából ez termelni lehet ezen a területen, mert nem kicsi. Ezt a dombot itt szépen megszüntettük. Ez nem akar innen eltűnni ez a fosz. De ez lehet, hogy nem is olyan, hanem ez lehet, hogy valami szalmaszerű. Nem tűnik el. Jó, nem baj. Ja, várjál, nem volt bekapcsolva az ép. Ugye a területek létrehozása. Aha, ez volt a baj. Ez volt a baj. Oké, srácok. Igen, itt tök jó. Egyébként arra... Aha, ott van, vezet egy földes út. Na, ezt az erdőt ki megvenném, kitermelném, meg megvenném a mellette lévőt, akkor tovább tudnék haladni. Mondjuk a izével, mondjuk akármit is ültetném, és akkor itt tök, akkor nagyon nagy lenne. Ránézek így. Na konkrétan most ugye, így végig, itt ugye tök egyenesen, így végig, itt így is végig. Ugye megvenném ezt a földet, akkor egész az útig, végig. Megvenném ezt a földet, és így mondjuk így egy ilyen hatalmas nagy föld lenne az, ami akkora körülbelül, mint az egész 9-es, vagy még nagyobb szerintem. A 8-as föld mérete lenne így. Mi azért nem olyan rossz. Gyerekek, azért figyeljetek, nézzétek már meg, hogy mennyi földünk van. Nagyon durva, nem? Ha belegondoltak. És pont a 41-es a legnagyobb. Úristen, hogy kifúzok egy sorskártyát, 42-es a legnagyobb föld. Kihúzok egy sorskártyát, és például nálam lesz a 41-es vagy a 40-es, a 41-esről levegy. Itt a legnagyobb, az a baj, nem tudod überelni számba ezeket a földeket. Szóval itt eléggé necces lesz sorskártya húzás szempontjából, meg az a sorskártya az megint veszélyes lesz. Azóta nem húztuk ki, biztos amikor majd 41-es földet megveszük, vagy a 42-eset, akkor szárad el mindig rajta az út. Oda még mennyi íze. Gyerekek, itt azért jó lenne. Meg ugye, hogy megvenném ezt, és azt engednétek ledarálni, akkor már is, ugye ez is mellette van, meg ez is, akkor konkrétan így egybe lenne nekem minden. Sőt, akkor azt is lehetne csinálni, hogy itt a 21-22 ezeket, és akkor itt is valahogy így egybe. És ilyen nagyon nagy föld terület lenne. És ugye itt van a közepén nekünk a épület együttesünk, és tök jó helyről elérni. Elérhető minden onnan. De viszont költözni fogunk, ugye? Az a lényeg, hogy itt ezt megszüntetjük ezen lévő bázisunkat, azt hozzácsapjuk ehhez a területhez valószínűleg, nagyobbat tudunk megmunkálni, vagy esetleg ilyen kifutó pályaként üzemelte, hát akkor így tudjuk a gépeket küldeni. És akkor az, a pár gépet, ami itt maradt, ugye, ami ezeket a területeket megmunkálja, azokat ide betesszük, és akkor mi el fogunk költözni valószínűleg valahol ide. Az a lényeg, hogy valami olyan helyre, ahol a legnagyobb területek központjával, egyébként meg erre is gondoltam. Ez 460-ba kerül. Ja, oda kéne ugratnom el. 460-ba kerül. Az a terület egyébként, ugye, ez nem lenne rossz. De nem tudom. Hogy vannak földek? Ja, ez mondjuk nem rossz. De az a baj, az már megint egy ilyen izés plac. Ugye itt van mindenféle kacatépület. Inkább valahol ide raknám magam, vagy mondjuk ide. És ide építenénk egy hidat, és ide. És akkor át tudnánk menni mondjuk ide erre a területre. A 39-es, a 38-as egyből elérhető, ugye? A 40, vagy pedig valahol ide. Ide. Ilyen helyre, vagy pedig tényleg ide erre a sarokra, itt lehúzni. És akkor egyenes lenne, 39-es, 38-as, 40-es instant elérős, 41-es instant elérős. És akkor ezen a területen, itt, ezen, ugye ekkora területen, 40, 39, 38, 41, horribilis mennyiségű tudnék termelni pénzt. Az állatok azok meg itt maradnának, azok meg folyamatosan termelik. De ezen a területeken milliókat tudnék termelni naponta szerintem. Az úgy nem lenne rossz. Jó, el van vedve a terület, minden tökéletes gyerekek. Úgy látom, jó.
Srácok, gameplay-en kívül összepakolok, széthordom a raklapokat valószínűleg, hogy ne legyen ilyen nagy fagyvasz. Szerintem nagyon alakulunk. Hát robogunk az 1 milliárd euró fele, most vagyunk mínusz 13 ezerben. De viszont sok földünk van, vannak javaink, és tudunk pénzt csinálni, ugye főleg ott vannak tyúkok, egyébként ezzel lehet jól bejárni a területet, bár a vizét azt nem nagyon szereti. Figyeljetek, ugratunk. Ja, az a baj, hogy ezt nem nagyon szereti, hogy jaj, a szántásba, gyerekek! Ja, sajnos ezzel nem kell bejárni a területet, mert az Enduro Simpson nem nagyon bírja a gyűlölést. Szántásba belemerjek menni? Most figyeljetek, gyerekek! És azért jó az a mód, figyeld! Az az igazság, az a furcsa, hogy első kerekes is, gyerekek, összkerekes a Simpson. Azért az van, nem? Na jó van, srácok, szerintem akkor elbúcsúztam. Köszönöm szépen a figyelmet. Írjatok a kérdésekre nyugodtan, hogy legyen ez az egész, hogy ti ezt telepet megreltem-e, például nem is tudom milyen kérdés merült még fel. Ja, nem tudom. Közben mi jutott eszembe még? Na jó, állítsuk már meg ezt a Simpsont, mit ketyegsz itt? Na már egyszer belátom. Így lehet, nem kell letámasztani. Egyébként régen volt egy Yamaha YZ cross motorom. Az volt, amikor azon nem volt standard, ugye a full cross-okon nincsen standard, hanem ilyen izével tudod föltámasztani, ilyen konzollal, amit ott hol tudod, nem tudod magaddal vinni. És azt úgy szoktam így leállítani, hogy beszoktam ásatni a hátsó kereket az ilyen puhább talajba, aztán akkor ott le tudtad hagyni. Ugyanígy mind ez a Simpson, esküszöm. Nagyon komoly. Na, köszi szépen a figyelmet, jók legyetek, aztán csácsú, mit csöltésztel.